Napjainkban az egyház szerepe a társadalomban világszerte csökken. Magyarországon is láthatjuk a népszámlálási statisztikákból, hogy kevesebb a hívő emberek száma, vagy legalábbis kevesen vallják magukat annak. Ebben a romló világban van egy kicsiny város, ahol több száz ember látogat el egy ünnepi misére. Szokták mondani, hogy egy helység temploma árulkodik az ott élők életéről, hitéről. A turaiak mélyen vallásosak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a húsvét vasárnapi szentmise. Nem csak a résztvevők száma miatt, hanem mert a templom falai közt a Nagy Boldogasszony nagy létszámú kórusával együtt ezúttal világi muzsikusok is áldották az Istent. A templom kórusát és a szólistákat, úgy mint Kis Anitát, Tóth Máriát, Tóth Józsefet és Sára Gábort hangszeren kísérte Búzási Dia és Nyári László hegedűn, Sej Dávid és Kovács Zsolt oboán, Ambrus Szabolcs Pál és Vas István Gábor trombitán, Katrin Zsolt üsdobon és Sára Balázs orgonán. Vezényelt Tóth Péter László, a templom kántora. Baja János, a turai Nagy Boldogasszony egyház plébánosa húsvét vasárnapi prédikációjában feltette a kérdést, mely húsvét táján különösen foglalkoztatja a mélyen hívő embereket, vajon miért nem hisz a feltámadásban a mai ember, és aki hisz, annak mit tesz az életével a tudat, hogy Jézus feltámadt. Ami Istenünk vajon élő Isten? Az élők Istene? Hiszünk-e ebben az élő Istenben? Hiszünk-e Jézus szavának, aki elmondta mindezt? Vagy hiszünk-e azoknak a galileai vagy júdeai halászembereknek, akik leírták, hogy találkoztak a meghalt, de föltámadt Krisztussal, megtapogatták, együtt ettek vele? Hiszünk-e nekik? És ha hiszünk, akkor csak az agyunkkal hiszünk? Vagy az életünkkel?
Azért kapaszkodunk foggal, körömmel ehhez a világhoz, mert úgy gondoljuk, legalábbis nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a világ az, amely nekem örömet ad, ebben a világban szeretnék élni, ráadásul örökké szeretnék itt élni. Minden porcikánk az örök életet hirdeti, és az idő, amelyet nem tudunk meghatározni, az idő, amelyben élünk, az idő, amelyik kipörög az ujjaink közül, az idő valahol csatlakozik az örökké valóságba. Azért lehetsz igazán jó, és azért tudsz igazán szép dolgokat alkotni, mert az igazán jó és igazán szép az a végtelen Isten. Tőle kapjuk mindazt, amit a Földön alkothatunk. Ezért az embert nem falhatja föl az idő könyörtelensége. Tiltakozunk ellene. Értékeket alkotunk a világban. Nem is akármilyeneket. Most azért alkotjuk ezeket az értékeket, hogy eltűnjön. Nem azért alkotjuk inkább, hogy a következő generáció emlékezzen ránk. Nem azért születnek újra és újra gyermekek, hogy tovább add mindazt, ami benned van. A lelki dolgaidat, a szépséget, ami ott él a lelkedben, a tudásodat, ami ott él a fejedben, a szeretetedet tovább akarod adni. Mindez arról beszél, hogy az embert úgy teremtette az Isten, hogy nincs vége a földi életének a halállal. Nem lehet pontot tenni rá, mert Jézus Krisztus föltámadása épp ezt hirdeti, hogy van folytatás, van értelme a munkádnak, van értelme a szenvedésednek, sőt mondhatnám, van értelme a halálodnak is. És csak azért, mert Krisztus föltámadt. Az ünnepi szentmise végén a hívők, kifejezve összetartozásukat, közös hitük erejét, körmenettel ünnepelték Jézus feltámadását. Szendrei Ferenc, Turaváros polgármestere is részt vett az ünnepi misén. Véleménye szerint Tura életében fontos szerepet tölt be az egyház a mai napig, amihez az is hozzájárul, hogy a plébános jó pásztor anyájának. Az egyházi élet nagyon intenzív településünkön. Ez természetesen csak úgy valósulhat meg, hogyha minden nap teszünk érte, hogy szebbé, jobbá tegye az emberek életét, és vannak olyan emberek, akik ezért rengeteget tettek. Neveket azt hiszem, hogy szerénytelenség nélkül említhetek. Elsőként megemlíteném Lukács András plébános atyát, aki több mint 20 évig volt Turaváros plébánosa, most Nógrád megyében szolgál. Őt követte Paja János plébános atya, aki jelenleg is plébánosunk, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy az ünnepek szebbek legyenek, a hétköznapok elviselhetőbbek, szebbek legyenek, és ezt a nyelvet összetartsák. Természetesen ez nem működne egy olyan kohézió erő nélkül, amilyen az énekkar. Ennek vezetője Tóth Péter László karnagy úr, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a szentmiséket szebbé varázsolják, és az az összetartó erő még intenzívebb legyen, mint ami hétköznapokon jellemzi. Én azt gondolom, hogy egy település vezetése és a település hitélete, az a kohéziós erő összetartozik, és egyetlen település vezető sem teheti meg azt a luxust az életében, hogy erről lemondjon, erről a csodálatos érzésről. Sokkal könnyebb így vezetni. Így húsvétkor
egész Tura városának és a Régió Plus TV valamennyi nézőjének kegyelmekben gazdag, áldott húsvét ünnepeket kívánok. Thank you.